Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Újra legyél te is milliómos. Nagyon régen nem volt ilyen videó, hiszen nem volt Aver médiám, de most már van egy új monitorom és van egy új Aver médiám. Nem, nem új az Aver médiám. Az Aver médiám a régi, de a monitor új. Ergo a kettő most már kompatibilis egymással, úgyhogy ismét lehet ilyen teljes képernyős videókat rögzíteni, úgyhogy mindenféle probléma nélkül. Úgyhogy köszöntöm is a kedves vendégünket, Nikót, szevasz Nikó! Sziasztok! Akkor azt kívánom, hogy legyél te is milliómos. Úgy legyen. Kezdhetjük-e a játékot, kedves Nikó? Menjen. Akkor, új játék. Na nézzük az első kérdés, kemény 5000 forintért. Melyik jármű volt régen ekós? A gőzhajó, B szekér, mozdony vagy léghajó? Uha, jó kezdés. Ez nem nehéz pedig. Hát, ugye azoknak nem, akik jártasak ebbe, vagy már hallották a szót. Hát igen, ez tény. Ez egy eléggé népszerű kifejezés. Ekós. Én ezt elhiszem. Az ekós után hát... mond a különböző lehetőségeket. Melyik hangzik a leginkább jól? Hát igazából én most itt tippelnék. Elég gyanús, hogy a B lenne az. Akkor jelöljük meg a B-t. Jelöljük meg. Na nézzük. Van-e olyan, hogy echo, szekér? Hát persze, hogy van. Hogy ne volna? Na, hát legalább 5000 forintot eddig van. Na tehát a következő kérdés. Mi a címe Goldie Hawn nagy sikerű végjátékának? Óvakodj a körtétől, a törpétől, a gondnoktól, a gondoktól. Ez elég híres film egyébként. Nézhetnék többet filmeket? Hát az lehet, de csak hallottál róla. Hát valószínű, de hogy most nem fog eszembe jutni, az is biztos. Úgyhogy szerintem én azt mondom, hogy a közönség jobban tudja. A közönséget kérdezzük meg a második kérdésnél. Hát ne haragudjál már, hát én ilyen tudatlan vagyok, hát na. Én nem haragszom, én aztán nem haragszom. Akkor közönség, mehet? Menjen. Akkor közönség. Na lássuk, mit mondom a közönség, szerintem elég egyértelmű lesz a döntésük. Igen. Elég egyértelmű. Aha. Semmiképp se gondoltam volna rá, úgyhogy akkor jelöljük meg a B-t. Akkor jelöljük meg a B-t. Óvakodj a törpétől, így van. Jó, hát akkor jön a harmadik kérdés. Melyik állat nem szerepel a brémai muzsikusok között? Liba, szamár, kakas vagy macska? Jó kérdéseket kapsz ki! Köszi! Egyébként igen. Nos, melyik állat nem szerepel a brémai muzsikusok között? Liba, szamár, kakas. Van még két segítséget, ha azon múlik. Kakas, azt tudom, hogy van. Macska is van. Az olyan sanda. Melyik? Liba. Liba? Igen, jó, aha. Akkor jelöljük meg az át? Legyen az A, igen. Na, akkor nézzük az át. És az, valóban Liba az nem volt a brémai muzsikusok között. 25.000 forint. Hogyan nevezik Hitler 1923-as pucs kísérletét? Borpucs, sörpucs, rumpucs, snaps pucs. Hát ez nehéz szó. Snaps pucs. Nos, melyik? Borpucs, sör, rum, snaps. Hát most tanultuk igazából nemrég. Na hát akkor ez nem is nehéz. Mindegyik nagyon kedvelt ital, csak így... Hát igazából, mivel én amúgy is sörös vagyok, meg egy kicsit az is a válasz, úgyhogy akkor sörpucs legyen. Akkor jelöljük meg a B-t. Igen, egyértelmű. Hát akkor szakasz kérdés következik 100.000 forintért. Ki volt régen a városi kocsmák italmérésének felügyelője? A söntésmester, a borbíró, a csárdakomiszár vagy a sernagy? Na jó, most egy kérdésem lenne. Te ezt tudod? Őszintén nem. Ezt nem. Hát lenne tippem igazából, de nem vagyok benne biztos.
akkor de hát nem én játszok, szóval... Jöjjön a halottnak a csók, legyen egy telefonos segítség. Jó, akkor áthúzzuk Pinkit. ATS-en. User was moved to your channel. Szia, kedves Pinky, ugye te vagy Nikónak a telefonos segítsége, úgyhogy akkor elindítom az órát, és akkor majd ő átveszi a szót, amikor az óra elindul. Okay. Tessék, Nikó. Ki volt régen a városi kocsmák italmérésének felügyelője? Köntésmester, borbíró, csárdakomiszár, vagy sernagy? Jó, rábasztál velem. Köszi. Olyat mondja, amit még nem tudok. Mi volt az a bor... Bor mi? Borbíró, csárdakomiszár, söntésmester, sernagy. A bőr, borbíró, vagy mi a tököm, az jól hangzik. User was moved out of your channel. Hát Pinkit visszahúztuk, ő a borbírót jelölte meg, segítségképpen, illetve a gép is azt jelölte meg. Hiszel-e nekik, kedves Nikó? Hát Pinkinek nem, de a gépnek igen, úgyhogy akkor... Gondoltam egyébként mindjárt. Akkor mehet a borbíró, jelöljük meg? Igen, jelöljük. Akkor nézzük a borbírót. És az! Nyertél 100 000 forintot! Ujjjj! Azaz, jöhet majd a végén a nyersz. Na, jó van, akkor ezt megnyerted, jöhet a következő kérdés 200 000 forintért. Ami a következő lesz. Mely tevékenység során használták a mángorlót? Mosás, aratás, étkezés vagy szántás? Kettőt és könnyebbet. Hát a kettőt akkor el kell feleznünk. Na várjál, ne, én szeretnék most spórolni segítségekkel. Lehet, hogy tip lesz belőle. Jól van. Egyébként ez szerintem nagyon... Szerintem könnyebb, mint a hiteles kérdés volt. Hát annál hogyan? Jó, hát csak mondom. Jó, olyan művelt embereknek lehet, hogy könnyebb itt, de... Nézzél már engem, légy szíves. Ez igaz, bocsánat. Mangorló. Tudod-e, hogy hogyan néz ki a mangorló? Nem tudom. Na ez a baj, hogyha a formáját tudnád, abból már ki lehetne nagyjából következtetni a... hogy mire is használták. Hát nos, tényleg fogalmam nincs, legyen egyszer egy felezés, van egy tippem, de ezt nem merem még így elsőre. Akkor csak felezel? Hát muszáj lesz. Jó, felezhetünk, mehet? Menjen. Mosás vagy étkezés? Hát akkor mosás lesz. Á, jelöljük meg? Jelöljük meg. Oké, áll megjelölve. És valóban az, csak az a probléma, hogy már nincsen több segítséged. Egyébként meg is állhatsz. Hát akkor meg. Tehát meg lehet állni, nem muszáj végigjátszani. Hogyha most megállsz, akkor nyertél 200 000-et, és ezt a következő kérdést megjelölheted játékon kívül, de azért elmondom, melyik alapelem nincs a kínai horoszkóp, a kínai asztrológiában? A tűz, a föld, a kő, vagy a fa? Száz már mindenképp megvan, ugye? Hát, ha most ezt elviszed, akkor 200 is. De ha kockáztatsz, és nem sikerül, akkor csak 100. Hát tűz az szerintem tudja, hogy kell legyen, mert Kína meg a sárkányok az olyan szép. Igen. Akkor kő, hát a sárkány a hegyben lakik, kő is kell legyen. Micsoda logika. Figyeld a gondolatmenetet. Nagyon érdekes, igen. És mi a helyzet a földdel például, vagy a fával? Hát nem tudom, mizu velük, én még úgy nem... Csak messziről tegezem őket, úgyhogy... Egyelőre nem jutottam semmire. Viszont nem fogok megállni szerintem. Kockáztatsz? Figyelj, ha kockáztatsz, nem sikerül, akkor is nyertél 100 000-et. Az se rossz. De nyerhetsz is 200 000-et, aztán legfeljebb a 300 000-nél állsz majd meg. Nos? Hát akkor... Azért csak kockáztatok. Legyen a...
Föld. Nem, mert hogy a kínait azt nem ismerem, akkor valami más kell legyen, legyen a Föld. Akkor jelöljük meg a B-t? Hát, jelöljük. Na nézzük. B és... És nem, a kő! Az What? Nincs. Nincs a kínai asztrológiában kő. Viszont nyertél 100 ezer forintot, ahogy mondtam, úgyhogy... Yeah! Az a kérdésem, hogy mehet-e a következő kör? Menjen, persze, hogy ne. Rendben van. Az új játék első kérdése pedig a következő lesz, Nikó. Hogy szól a mondás? Ki mint vet, úgy kaszál, úgy arat, úgy marad, úgy gerebjézik. Hát ez jó, az azért könnyebb, mint az előzőek, úgyhogy akkor legyen a B. Akkor jelöljük meg a B-t. Ki mint vet, úgy arat. Egyértelmű. Ez egy könnyű kérdés volt. 5000 forintod már van. Mi fényesebb a láncnál Petőfi ismert verse szerint? A hant, az akarat, a kard, a malaszt. Fényesebb a láncnál a kard, még ha tudnám, hogy van tovább a vers. C. Jó, akkor jelöljük meg a C-t. Hát igen, ez eléggé alapműveltség. Úgyhogy jöhet a következő kérdés. Melyik szó egy virágrész elnevezése? Kanál, bögre, csésze, villa. What? Tehát a virágnak mely részét hívják úgy, hogy kanál, vagy bögre, vagy csésze, vagy villa? Húha. Hát most ezt így tipp, de inkább nem használok segítséget, maximum 0 forinton megyek haza, de legyen egy C csésze. Akkor jelöljük meg a C-t, C mint csésze. Az. Hát igen. Hát ez tipp volt, akkor mákod volt. Milyen zászlóval jelzik a futam végét a Forma 1-es versenyeken? Pöttyös, csíkos, fehér, kockás. Hát ha néznék Forma 1-et, de úgy azért csak kockás lenne. Akkor? Hú, legyen D. D mint kocka. Kockás. Jó. És az valóban. Ezek egyszerűbbek. Kik vívták a Peloponnészoszi háborút? Róma és Kartágó, Athén és Spárta, Úr és Uruk, Memphis és Théba. Hát, fingom. Hívjunk egy telefont, hadd nevessek egy jót legalább. Akkor Pinkit megint átcibáljam teljesen? Legyél a szíves. Jó. User was moved to your channel. Szia, kedves Pinky ismét! Nikó megint elakadt, 100.000 forintos szakasz kérdésnél van egyébként, és egy történelmi kérdést fogsz tőle kapni, ahogy az óra elindul. Úgyhogy tessék, Nikó! Kik vívták a Peloponnészoszi háborút? Róma és Kárthágó, Athéni és Spárta, Ur és Uruk, Memphis és Théba. Szupaj szegyem ezekkel a kérdésekkel, mi? Hát emlékszel még, hogy mik mi az voltak? Első kettő? Róma és Kárthágó. Nem az a lényeg. Mi az első? Igen. Második. Athén és Spárta. Ur és Uruk. Legyen Memphis az. És Théba. Melyik? B, de fingom nincs. B. User was moved out of your channel. Sajnos lejárt az idő. Ő a B-t mondta, és a gép is azt mondta. Akkor melyik? Hát akkor... Hol legyen azért a B? Ez olyan szép piros. Jó, akkor legyen a B. Lássuk. És az! Ezt jól összehoztátok, hallod? Jó van. Van 100.000 forintod? Mit szólsz hozzá? Soha nem kapod meg te se, ahogy a többiek se, de hát mindegy. Ha megkapnám, legalább meghívnálak belőle egy sörre, de hát így. Nem baj. Következő kérdés. Milyen rovarról írt zeneművet Rimszkij-Korszakov? Szúnyog, hangya, bolha vagy dongó? De miért én kapok? És ezt én tudom! Ezt én tudom! De most szopadsz engem. Nem, én ezt tényleg tudom. Jó van. Szégyen szemre művészetivel jártam, de hát ilyet még fogalmam nincs. Hát ha művészetire jártál, akkor csak illik tudni ezt tényleg. Egyébként amennyire most... Amennyire odafigyeltem. Na most én ezt úgy tudom, tehát azt nem tudom, hogy ki írta, illetve most már tudom, de kizárásos alapon tudom, hogy melyekről nincs zenemű írva. Érted?
Hát én értem, de az én tudományom szerint egyikről sincs zenemű írva. Hát... Hogy... Van még két segítséged igazából most már... Eddig jobban spóroltál velem, mint az előbb. Hát én kérnék akkor egy közönséget. Jó, akkor nézzük a közönség, hogy ő mit mond. Ők mit mondanak. Na nézzük, kíváncsi leszek, hogyan tippelnek. A D-re tippelt a java része. Azért jó, legalább egyértelmű. Akkor legyen a D. Akkor legyen a D. Jelöljük meg a D, mint dongót. És az, valóban. Oké. Következő kérdésed pedig a következő lesz, és akkor mindjárt meglátjuk azt, hogy mi is az, hogy minek a hídjai szerepelnek Clint Eastwood romantikus filmjének címében. A sóhajók hídjai, illetve a sóhajok, a szív, Velence, lova. Ájova, lova? Lova. Lova, I love you. Mr. Lova, lova, lova. Na, szóval... Hát most egy olyan történetnél tartok, hogy ugye van még egy segítségem, a felelés. Viszont hát igen. Az tipikusan egy olyan segítség, hogyha egy kis fogalmad van a kérdésről, akkor megdob téged rajta. Viszont hogyha olyan helyzetben vagy, mint én, hogy fingot sincs, hogy mi lehet a helyes igen. megoldás, akkor mint hullának akkor a belentés. Tök mindegy, hogy kettő vagy négy. Hát igen. Hát akkor viszont... Hát azért lőjük el hátha. Lehet, hogy régebbi filmeket is kellene nézned, nem gondolod? Hát, vagy lehet, hogy kéne filmeket nézek. Vagy, hát igen, az igen. Akár. Jó, akkor egyszer felezzük meg. Felezzük? Hát... Próbálsz kettőből dönteni? Jó, hát akkor lássuk. A sóhajók hídja, a sóhajók hídjai, vagy a szív hídjai? Jó, hát ezzel se láttam előrébb. Na most akkor picikét segítek, jó? Mert minden ilyen játékban segítek valamit, valakinek egyszer legalább. Na, az, hogy a sóhajók hídja, azt te hallottad már valamikor ezt a kifejezést? Persze. Na és mi az a sóhajók hídja? Mit tudom én? Annyira nem tudom, hogy hol hallottam, csak hallottam, na. Jó, és az, hogy a szív hídjai, ezt így már hallottad? Hát de nem ám. Értem. Akkor ezzel most nem segítettem, szerintem csak megzavartalak, de bocsánat, akkor mindegy, jó. Azt hittem, hogy a... Nekem már mindegy, tényleg, álljunk meg inkább, jó lesz az úgy. Álljunk meg 200 ezer forintnál? Hát, inkább basszam el most. Hát, nem tudom, igaz, hogy a felezőt elhasználtad, de ha jól tudom a játékszabályokat, akkor még most is meg lehet állni, úgyhogy elviszed a 200 ezret, és akkor... No? Na, elviszem, persze, álljunk meg, többen megyek haza, mint az előbb. Jó, akkor 200 ezer, most ennyit nyertél, ahogy az előbb volt 100, és akkor megjelöljük-e, gondolom csak megjelöljük valamelyiket játékon kívül. Na? Hát legyen a B, mert az nem az első. Legyen a B, a szív. Legyen, mert nem tudom, olyan fura volt, hogy akkor inkább csak megkavartál, úgyhogy legyen. Na, akkor nézzük. Úgy is van. Hát ennyit nyertél volna, de 200 ezret nyertél, Nikó, úgyhogy... remélem, hogy azért elégedett vagy. Egyébként annyit akartam elmondani, most már ez a kérdés, most már nem fog neked menni, de annyit akartam elmondani, hogy a sóhajók hídja az ugye Velencében egy híres híd. Jaj, hát tényleg. Na erre akartalak rávezetni, mondom, hát ha beugrik arról valami, és akkor kizárod, hogy az nem lehet. Érted? És akkor majd mondod a szívet, ha már elfelezted. Aha. De hát... annyira megkavartalak, hogy a végén, mivel neked az ismerősebb lett volna, a végén azt jelölted volna meg, úgyhogy inkább azért mondtam, hogy megkavartalak, hogy ne, tényleg ne az legyen, hogy én miattam cseszted el. De hát akkor is nyertél 200 ezeret, meg egyszer 100 ezeret, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked a játékot, Nikó. Nem volt ez rossz egyáltalán, szerintem. Én köszönöm. Nagyon szívesen, majd lehet, hogy később játszunk máskor is. Nektek nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! De figyelj, hogy a faszomba, hogy a kő nincsen, érted? Hát miben lakik a sárkányban, az meg földkupacot így ráhántják? Igen. Vagy biztos a nézők meg azt gondolják, hogy ilyen degenerált idióta senki vagyok, aki azt se tudja, hogy mondjuk, mit tudom én, éppen hogy rátippeltem, hogy mi az a mangánolló, vagy micsoda.
Mángorló! De akkor az, leszarom.